Tehát Rabas írásaiból. Tehát Rabas szociális írásaiból mondták a héber oldalszámot is. Tehát én remélem, hogy elérjük a célt, amely nem más, mint az, hogy megelégedettséget okozunk teremtőnek, és az a pont, amikor elkezdünk a titkos cél irányába elmozdulni, amikor a titkos erejű ember létrejön, ismert, hogy a kikövezett út vezet a célhoz, az a pedig a barátok szeretete, amely által az ember elléphet a barátok szeretete felől a teremtőre irányuló szeretet irányába. És a szeretetnek a lényege az azon keresztül működik, hogy vegyél magadnak egy barátot. Más szóval, a cselekedeteken keresztül az ember vesz magának egy barátot, megveszi a barát szívét. És még hogyha az ember látja is, hogy a barátja szíve az olyan, mint a kő, nincs semmilyen kifogás, amely megokolná azt, hogy az ember ne tudja megvásárolni cselekedeteken keresztül azt, és minden ajándék, és az ajándékot azt határozza meg, hogy az ember ismeri a barátjának, mivel tud örömet okozni, akár szavakkal, akár cselekedetek, akár tárgyakkal, tehát minden ajándéknak a barát szívére egy lukat kell ütnie. Tehát amikor az embernek úgy kell tennie mindent, hogy a barát érezze, hogy én rá gondoltam, azaz meg kell, hogy mondjam neki, hogy én rá gondoltam, róla akarok gondoskodni, és ez a két dolognak pedig olyan erővel kell megnyilván, hogy érezhető legyen a barátok szeretete, olyasmit kell adnom, mint a barát szeret, és amikor valaki szereti az édességet, annak azt vegyünk, ha valakinek pedig valami savanyúság kell, akkor savanyút vegy neki. Tehát pontosan ezt nem szabad összekeverni. Tehát azt kell adni a barátnak, amit azt szeretne. Azaz nem a saját vágyamnak megfelelően keresztelni, hanem a saját vágyam megfelelően, az első. A második pedig, hogy ezt feltárt módon kell megtenni, nem rejtett módon. És ebből pedig meg kell értetnünk, hogy van valami, ami fontos kell lenni az embernek, de a legfontosabb dolognak kell lenni valaminek, ami mind a kettőnek fontos, tehát az ajándék olyan, mint egy lövedék, amely egy lukat üt a kőre. Az első golyó nyilvánvalóan csak megkarcolja követ. A második ugyanúgy a kilőtt lövedék, az már egy komolyabb repedést okoz, a harmadik pedig már egy lukat üt, és ilyen módon ugyanoda a helyre kilőtt lövedékek, ezek lukká válnak a szívem, és ezen keresztül a kőszív megreped. Ez egy szabály, és senki nem állhat ennek ellen. Azaz, lősz, egész addig, amíg fel nem, tehát ugyanoda lődözöl, és ez a barátok vágyának megfelelően történik, ki korrigál kit ezzel. Nyilvánvalóan ezzel integrálunk a barát vágyába, és ezáltal pedig kiépítjük az adakozás edényt. És ezt a lövedékek keresztül, amit az ember ugyanoda lő, nyilvánvalóan a kőszíven ütünk egy lukat, és minden ajándék összességében az egy sziklává válik a szeretetnek egész addig, amíg az összes szeretett szikra összemolódik egy hatalmas hálójával a lángnak, amely majd megolvasztja a kőszívet. A láng és a szikra közötti különbség pedig az, hogy ahol föltárul a szeretet, ez pedig minden embert magában foglal, aki a szeretet lángját érzi, és mindenkit lángoltat, és a szeretetnek a lángja, az pedig minden bűn felett lángol, elégeti azokat, és megtisztítja a vágyakat. És az embernek föl kell tenni a kérdés, hogy mit tud tenni valaki, hogyha azt érzi, hogy neki is kőszé van a barátok irányába. Bocsássatok meg nekem, hogy nyilvánvalóan azt írom, hogy mindegyiknek kőszéve van,
mert nyilvánvalóan azoknak a barátoknak a kivétele, akik már érzik, hogy nekik nincsen semmilyen céljuk a barátok szeretetére, és ezért ad minden barát ajándékot a másiknak. Nem szükségszerűen cselekedetekről van szó, hanem egy különleges dolog jelenik meg, és egy nagyon kemény barátnak kell így megjelennie, tehát ha valakinek nyilvánvalóan befolyásoljuk el a barátokat a szeretettel, az ő szívükön keresztül, és a tanács nagyon egyszerű. A tűznek a természete olyan, hogyha két követ összepattintunk, akkor egy tűz kezdődhet. És ez nagyon fontos dolog, hogy így kell jutnunk a lusmába, a lismába. És ez pedig azért van így, mert amikor cselekszünk, ilyen módon ad valaki egy ajándékot a barátjának, és így irányul a lusmára. Ez pedig azért van így, mert ez, ilyen módon ismerhetjük fel, hogy szeretünk valakit, és így tudjuk megadni a barátoknak a szeretetet, és amikor valaki egy ajándékot ad egy idegennek, az az, hogy nem érzi őt közel magához, akkor semmilyen dologért nem tudunk hálásak lenni, és ebből kifolyólag az irányultságnak lolismában kell megnyilvánulnia, és erről mondhatjuk, hogy ezt nevezzük úgy, hogy adományozás, tehát az embernek látnia kell, hogy senki nincs, aki meg tudná az embert ragadni, és ezért mondjuk azt, hogy az embernek valóban imádkoznia kell a teremtőhöz, hogy a teremtő segítsen fenntartani a barátot, és a cselekedeten keresztül adja meg, hogy egyetlen irányosával tudjunk lenni. Hogy valóban érezzük az adományozás, még hogyha néha nehéz megérezni az embernek, van fontosabb dolog is, mint a pénz, amikor valaki a pénz hiányával akar foglalkozni, de ez nem az időhiányára hivatkozva tetszik, tehát minden egyes alkalommal legalább egy bizonyos időt töltünk azzal, hogy a barátnak örömet okozzunk, akkor ugyanez történik a spiritásban is, tehát hogy mennyi időt tudtunk eltölteni spiritásban azzal, hogy igazoljuk a barátnak a szeretetét, tehát hogy valóban képesek voltunk-e a barátok közötti cselekedeteket úgy irányítani, hogy a szeretet jelenjen meg. És csak amikor mind a ketten arra irányulnak, hogy még a legerősebb módon is mindenki melegséget akar okozni a másiknak azért, hogy a melegség megadja a szeretet cikláját a másiknak, egész amikor a teljes szeretet rá nem öltözik a másik szívére, és ilyen módon mind a ketten egyetlen takaróba burkoloznak a szeretet takarójában. Hogyan működik ez, magyarul? Tehát nekem érdemek szerint kéne megítélnem a barátomat. Mit kell tennem akkor? Tehát kőszív van. Én ki akarok törni, de vajon hagyja engem valami kitörni? Hogyan tudom ezt megtenni? Hogyan lehetséges ez? Tehát lehet, hogy én a saját kőszívemről beszélek. Lehet, hogy azt kell megérlelnem, hogy ez ne legyen az, vagy az övéről. Találjátok meg erre a választ. אך ורק כלפי הרצון לקבל שלי. בעצם לא יכול... A teljes belső ellenállásom az kizárólag a kapnakarás irányában nyilvánul meg. Tehát, hogy valóban, ahogy azt olvassuk is, ez egy szabály, hogy az embernek ajándékot kell találnia és adnia, és ez valóban egy belső szándékon múlik, hogy nyilvánvalóan
a szíven kell egy lukat ütni az ajándékkal, és ha egy ajándékot adunk, de az nem csapja meg az ember barátnak a szívét, az azt jelenti, hogy a szándékom az nem az ajándék adására irányult, ha ő nem érzi. Mivel mi a kapni akarásból jutunk el egy ponthoz, tehát nekünk egy kettős munkánk van, tehát annak érdekében, hogy felemeljük a szívünket, és átadjuk egymásnak ezt, hogy mindenki érezze a kőszívet, hogy valóban ezáltal megadjuk az ajándékot, hogy felemeljük a fontosságot és a nagyszerűséget, hogy hálát tudjunk adni, és ezáltal segíteni tudjunk a barátnak, hogy meglehámozza ezt a kőszívet. Minden változás, ami történik mindenkünkben, nyilván ez az emberben történik, tehát lehetetlen a barát megváltozni mindent, de nyilván itt egy hiba is történhet, amilyen mértékben csak lehet, meg kell próbálnunk megváltozni mindent, tehát így kell megadnunk mindent, hogy mindenki érezze, hogy mi történik, és hogy mindenki érezze a változást, és amikor a változás megérkezik, akkor azt is érezzünk, hogy a barátok valóban a generáció legnagyobbja, és hogy képesek legyünk érezni valamit a feléjük, az ennek eredményképpen lehetséges, csak hogy mi időről időre befektetünk ebbe. Tehát mint egy kisgyermek, amely elkezd befektetni, és elkezdi kifejleszteni a barátok irányába ugyanazt az érzést és érzelmet. A teremtő ad nekünk egy feladatot, ő megtrükköl minket, mivel nyilván egy természetes állapotban vagyunk, mindenki kötelezi magát arra, hogy a kilépjen a kőszívből, csak a barátok segítség lehetséges ez, és akkor nyilvánvalóan az is jelenti, hogy nekünk olyan fajta feladat adódik, ezáltal, hogy valóban magunkra vonjuk a barátok szeretetének a kérdését, és még ha egy elrejtés is jelenik meg ebben, akkor is képessé kell tennünk magunkat mindenre. Tehát, hogy szétárad az az erő, ahogy belépünk a kőszív területére, és ilyen módon kezd el, az én cselekedetem a barátom szívén, ilyen módon kezd el dolgozni rajtam, az én szívemben. Ez egy érdekes valóságérzékelés, valóban, hogy egyszerű látni így a kőszívet, tehát látom, hogy hogy van lefagyva a szív, hogy kapunk megerősítést, hogyan kapunk ilyen módon ajándék, hogyan tudunk összekapcsolódni, és ez az, ami bennünket felébreszt. Együtt kell felfedezni az utat, a nehézségeket, tehát valóban a lefagyott szívek. Tehát senkinek nincsen... Tehát így adódik a kapcsolat köztünk, itt nem valami negatív dolog történik, hanem pozitív. Így kell felfedeznünk a természetet, a kölcsönösséget. Tehát nyilvánvalóan nekünk, mindannyiunknak együtt kell megtalálnunk azt, hogy a szív hogy van lefagyva, és a fény hogyan működtet mindent. Folytatjuk a cikk olvasását. De eközben az ajándékot adónak a szándéka arra irányul, hogy valóban csak egy adomány legyen, amit ad az ember a barátjának. Sokkal jobban oda kell figyelni azt, hogy vannak dolgok, amik fontosabbak, mint a pénz, ez pedig a törődés, ami a ráfordított idővel arányos, és nem a ráfordított pénzzel, tehát mindennek megvan a saját értéke, és ez az a szeretet, amely mindent létrehoz, mert az összetapadással kapcsol össze két dolgot egybe, Rav. Mit jelent az, hogy egy takaróval vagytok lefedve? Egy takaró alatt vagytok. Hát egy teremtője van a kettőnek, na de hogy lehet ezt, hogy kell ezt ábrázolni?
amikor a másodnak a vágyára vágyom, amikor nem, semmi elutasítás nincs benne, amikor össze vagyunk kapcsolódva, és adakozásban akarunk lenni, egy közös adakozásban, egy közös vágyban akarunk maradni, a teremtő formalizésre sőt keressük, hogy valóban minden ilyen módon működik, így akarunk egymásba integrálódni. Tehát a függésünknek a feltárása jelenik meg így, tehát hogy valóban hogy vagyunk egymásra foglalkozva. Tehát ő meghall engem, én hallom őt. Mindenkinek megvan az érzése, hogy össze vagyunk olvadva egy kapcsolatban. Tehát nincs választásunk, mint az, hogy érezzük ezt a fedést, ami történik. Jön, az fed le bennünket. Tehát ez egy nagyon érdekes ábrázolás, valóban mi ugyanaz a dolog vesz bennünket körül, és a víz az meleg, és belógatjuk a lábunkat a vízbe, minden érezzük a meleg vizet együtt. Ugyanezt a melegséget kell éreznünk az Isten takarójából. Ez valami nagyon hasonló, és mindannyian ugyanezt kell, hogy felébresszük az adakozásnak az erejét, tehát így kell egymást éreznünk, és ennek eredményeképpen mindegyikünknek a saját különleges részét kell odaadni és integrálódni abba a különleges erőben, amiben élünk. Tehát eljárt mindenkinek egy teremtő, mind a kettőnk számára. Tehát ez egy kölcsönös szűrő, amely megadja a képességet a fénynek a megszerzésére. Tehát egyetlen takarót kell, egyetlen érintést, tehát nekünk így kell megérinteni egymást, tehát semmi, ez egyetlen dolog, ami megtehető, tehát semmi másra nincs szükségünk. Rav. Tehát ezt elkezdik érezni, hogy a barátot szeretjük, és ez hatalmas örömet is fog adni. Mit jelent az, hogy az én barátaim felé irányuló szeretet, az attól függ, hogy a barátom is mennyire szeretek engem. Mit jelent ez? Tehát a kettő erősít egymást, tehát ez edénynek a lényege, ugye? Tehát van a kőszív, Tehát minden egyes barátnak össze kell kapcsolódnia. Nekem nincs tehát mindenek előtt tudnunk kell, hogy mi hogyan működik. Tehát felébredéseket kaptunk felülről, és mielőtt még csak el is kezdenénk erőfeszítést tenni a másik irányba, rögtön éreznünk kell a szeretetet. Mi az egész leckén erről beszélünk, a lenullázódásról. Csak el kell ezt fogadnunk. Tehát mindenki gondoskodnak rólunk, és mindenki ugyanazt akarja érezni. Tehát nekünk ezen kell dolgoznunk, amelyre mértében csak lehetséges. Tehát a barátok szeretete az nagyon fontos. Tehát Rabas elmondja, hogy szeressük a felebarátokat, a baráti szeretetet pedig azt mondja, hogy tehát a legjobb példa erre Rabbi Yossi ben Kizmának a kérdése, aki
Aki tudta a barátairól az, hogy 125 szinten keresztül együtt kell emelkedni, és ő minél jobban lenullázta magát, és ilyen módon kapcsolódott ő a nagy a kicsikhez, tehát ilyen módon akarta érezni, hogy mi történik, tehát össze kell kapcsolódniuk le a lenullázódásban, hogy valóban egy végtelen mélység kialakuljon, tehát hogy mindenki valóban megragadhassa azt a mélységet, ami a kapcsolat elejéből fakad. כן, זה מרגיש כאילו אנחנו מגלים על עצמנו, כל מה שאנחנו פועלים. Tehát nekünk magunkra kell volna bizonyos dolgokat, hogy képesek legyünk ebben dolgozni, és képesek ezt megtenni, Rav. 262 tfilat rabim. Térjük vissza a rabos írásának az első kötetét, a sokasság imájához, a héber verzióhoz. Be kell fejeznünk valamit, mondta Rav. Bocsánat, bocsánat, mondja Rav. Most megnézte az új programot, ugye? Az bimkum aruchat boker. Tehát akkor most kérdések jönnek. A szociális csoportnak a kérdései. Milyen fajta kérdése vannak a szociális csoportnak? Milyen szociális csoportunk van nekünk? Szociális bizottság, mondja. És hol vannak? Tehát mit akarnak kérdezni? Mit tudnak kérdezni, hiszen mindig álljönnek hozzám amúgy is. Hol vannak, mondja rá. Szociális csoport, hol vagytok? Efraim, te itt a kán kolazman? Lá. Ken? Ani kipászta ott kaká halorájté. A begafa itt a kaká mesztó. Na, téged kezdek, Efraim. Ott hátul ülsz. Na, oké, mondja rá. Tehát hol van az a szociális csoport, aki most kérdezni kell?